Ezt a tanúsító oklevelet kapta a Dél-Dunántúli gépipari klaszter. Február végén ítélték oda az akkreditált innovációs klaszter címet 2 évre. Ez előnyt jelent az uniós pályázati pénzek elnyerésében a klasztert alkotó vállalkozásoknak, cégeknek. Az akkreditációval rendelkező klaszter tagja is egy pályázatnál, más EU-s pályázatnál plusz pontokat kaphatott. Ez volt a jelentősége. Mi nagyon reméljük, hogy az akkreditáció egyrészt visszaigazolás nekünk, hogy az elvégzett munkák és az azzal létrehozott érték egy külső minősítés alapján is egy magas minőségnek felel meg. Másrészt remélik, hogy az új uniós pénzügyi ciklusban 2014 és 2020 között is hasonló támogatáshoz juthatnak, ami segíti a fejlődésüket, mondja a klaszter elnöke. Gazdaságfejlesztési pályázatokon mintegy 127 milliárd forint támogatást vettek igénybe az előző ciklusban az akkreditált klaszterek. A gazdasági önkormányzat titkára azt mondja, ezért is támogatják a cégek, vállalkozások ilyen jellegű együttműködését. Azokat a vállalkozásokat támogatja, akik együttműködnek maguk is, akik maguk is se tudnak tenni az asztalra nagyon sok mindent. Ezek elsősorban a klaszterek. A klaszterekben megtanulják a piaci fejlesztési, szakképzési együttműködést, tehát őket érdemes továbbiakban anyagiakban is erőforrásra támogatni, és sokkal nagyobb a siker esélye. A régióban a Dél-Dunántúli gépipari klaszter az egyetlen akkreditált szervezet. Sikfői Tamás azt mondja, az idegenforgalmi és a környezetipari klaszter juthat el hamarosan eddig térségünkből. Magyarországon jelenleg 26 akkreditált klaszter van, ezek közül 7 kötődik a gépiparhoz, járműiparhoz.